centrumok, hogy oda tudjanak menni azok az erőforrások, amire szükség van, hiszen ez az egyik gondolat, hogy az Egyesült Államoknak ez az egyik titka, hogy már elégséges országá vált a sok-sok tagállam ellenére is, hogy ezek a feltételek megteremtődtek. De a saját személyes tapasztalatom is, hogy többféle kultúrában dolgoztam, és Amerikában is különösen, de a szakirodalomnak is ez az egyik legfőbb megállapítása, hogy bizony a kultúra, az a kultúra, ami a viselkedések szövedéke, ami a reflexek, ugye az a kultúrának a legjobb definíciója, az a kultúránk, amit természetesnek érzünk. De bizony ez a kultúra Amerikában más, mint Európában. Az amerikai gyerekeket általános iskolában nem írni, olvasni tanítják meg elsősorban, ami nekünk magyaroknak, hogy nőjökben nagyon furcsa volt, hanem arra, hogy bátran vállalkozott olyan dolgok megoldására, amivel nem találkozott korábban. Ha hibázott, azt mondták, hogy nem baj, kisfiam, tanulj előre, próbáld meg újra. Tehát az a fajta kreativitás, az a fajta innovatív attitűd, ami az amerikai kultúrát átszövi, az az egész skálán mindenhol van, a szinte a születéstől, ugye az utolsó napig. És hát bizony ebben a mi európai kultúránk, amelyik konzervatívabb, amelyik jobban a lexikális tudásra épít, ahol az eljárásaink nem olyan gyorsak, munkaerőpiacunk például nem olyan brutális, tehát most azért nagyon ügyeljük Amerikán, csak hogy mondom, azért amerikai hatányi azért komoly kihívás, ugye mert az ember elveszíti a munkáját, láttam ilyet magam is, utána elveszíti a biztosítását, ha nem tud elmenni, hogyha beteg orvoshoz, és elveszíti a lakását. Na de ez a tényező azt mondhatja, hogy a munkaerőpiac rendkívül flexibilis, és nagyon erős a motiváció a teljesítése, hiszen mindenki belül akar maradni a rendszeren. Tehát, hogy ennek a kultúrának sok olyan eleme van, amit jól lenne átvenni, és ezért is a mi oktatásunk nagyon nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a kreatív gondolatokat, ugye mondják angolul az out of the box, vagyis hogy a saját gondolati kereteinken törjünk ki a stratégiát, ezt ilyen szépen mondják, hogy a kék óceán stratégia, hogy a mi kis akváriumból merjünk kiugrani, és ugorjunk meg az óceánra, és próbáljunk meg ott húzni. Tehát a kultúrának azokat az elemei, amik a személyen, illetve az üzleti kultúrán múlnak, azokat mi tanítjuk és próbáljuk a hallgatóinkban fejleszteni. És amit mondtam, hogy amikor mondják a hallgatók, hogy nem csak a tárgyi tudással nyertek sokat, de a személyiségük sokat fejlődött, ez az egyik terület, mondta az egyik fiú, aki egy service center, egy szolgáltató centrumban dolgozik, kontrollingosként, hogy képzeljen el, hogy egy nap velem főnök élet, és azt mondta, hogy szerinte ez meg ez a dolog, nem jól van, és neki javaslata is van. Főnök először elcsodálkozott, mert egy visszahúzódó szerint ember volt, majd megnézte a javaslatát, azt mondta, hogy tényleg igaza van, a végén létre is hoztak egy ügyegységet, és ő lett a vezetője. Tehát ez a fajta attitűd, hogy merjünk, vegyük észre, vállaljuk a kockázatát annak, ha néha valami nem sikerül, nem mindjárt arra gondoljuk, hogy húha, ha nem sikerül.